Figyelem, a múltkor túlságosan rosszul teljesítettünk, még egyszer nem engedhetjük meg magunknak ezt a rengeteg hibázást, úgyhogy ma mindenkinek figyelnie kell, a verseny ennyire kemény még eddig sosem volt. Sziasztok srácok! Én Vicc Elek vagyok, és az eddig legizgalmasabb túlélő teszttel készültem a számotokra, mert ebben aztán minden lesz. Még olyan is, ami eddig sosem volt. Érdemes mindig egy kicsikét újítani, úgyhogy arra gondoltam, kezdjünk egy kis túlélő teszttel, aztán áttérünk egy kicsi személyiségtesztre is, majd valóságos bűntényeket kell majd megoldanunk, menekülnünk kell, tudjátok, ezek a szokásos dolgok is, de kezdésnek akkor nézzük is az A-B opció közötti választ lehetőségeknek a pozitív, helyes megoldásának a keresését, ez komoly volt. Mit csinálsz, hogy túléled, kinyitod az ajtót, vagy kitöröd az üveget? Hát az ajtót nem is tud kinyitni, meddig nem telt meg a víz, úgyhogy ki kell törni az üveget, és akkor ki tudsz rajta mászni. Oké, na nézzük most már, akkor több időnk lesz, eddig az elsőt elbeszéltem. Hogyan tudod túlélni a repülőgép katasztrófát? Bal vagy jobb pozíció? Melyiket is csinálják? A jobb oldali pozíció, azt hiszem, a helyes megoldás, mert a balnál kitörik az egész gerinced, meg a nyakad, meg a fejed. Igen, a jobb oldalit kell majd mindig akkor alkalmazni, amikor bajba került. Igen, úgyhogy ezt jegyezzétek meg, a jobb oldali volt a helyes megoldás. És eddig, amíg 2-ből 2-t találtam, mert tudjátok, ez egy interaktív játék, úgyhogy mindenképp írjátok azt, hogy nektek mennyi lett jó, és a végén meglátjuk, hogy ki volt az okosabbik. Ezt gyorsan hozzátettem, de nézzük is a következőt. Egy magasból történő esést hogy lehet túlélni? A vízbe kell esni, vagy pedig abba a szénabálhákba, vagy hogy mondják? Szerintem a bal oldali kell, hogy legyen a jó megoldás, mert a jobb oldali túlságosan logikus lenne, igen. Amúgy is hallottam, hogy ha vízbe esel, akkor magasról az nagyot tud rajtad ütni. Hogyan kell a gorilla támadást túlélni? Vagy leülsz, és meg a szemkontaktust is kerülöd, vagy pedig magasabbnak próbálsz látszani, és egyenesen a szemébe nézel. Szerintem biztosan jobb oldali lesz a megoldás. El kell ijeszteni a gorillát. Jó, oké, nem. Ezt akkor ne jegyezzétek meg. Le kell ülni a sarokba, meg kell magadat húzni, és akkor előbb-utóbb remélhetőleg majd elmegy. Na és mit kell tenni egy bika támadás esetén? Vagy elfutsz, vagy egy helyben állsz, és eltereled a figyelmét egy sapkával, aztán pedig elfutsz. Hát szerintem futni kell, nem? Mondjuk a matadorok pont azt csinálják, hogy egy helyben állnak, de nem, pont azt kell csinálni, ami jobb oldali. El kell terelni a figyelmét, jó, nem számítottam. Nos, 2 ember volt előtted. Aha, ezek pont ugyanúgy néznek ki? Az fura nekem, keresd meg az ikertestvéred. A barátod és egy imposztor, aki pontosan úgy nézett ki, mint a barátod. Így is van, tehát itt valamilyen nagy félrevezetést lesz, lássuk ki az eredeti. Nincs rá lehetőség, hogy megmond, ki az, a kérdéseket feltéve nekik. Pontosan ugyanazt az információt tudják rólad, ez olyan, mint egy filmbe csöppentünk volna vele, ez nagyon izgalmas. Éj, hoppá, várjunk, nem szórakozunk. Van neked egy pisztolyod egyetlen tölténnyel. Aha, és akkor valamelyiket le kell lőni. Mi vagy, ha rosszat fogom lelőni? Ezt nem akarom. Hogyha megölöd az imposztort, akkor te és a barátod túlélhetitek. Bár nem is kell megölni, elég csak megséríteni. De hogyha viszont rosszul döntesz, akkor viszont az imposztor rögtön az életedre fog törni. Honnan tudod, hogy ki az? Hát... nem tudom. Nem tudom, hogy honnan tudnám, gyerekek. Én lelőném inkább magamat, vagy nem tudom. Kit? Nem mernék lelőni senkit, mi hogyha rossz embert ölök meg. Kérd meg őket, hogy dobják el a fegyvert, és amelyik nem teszi meg, az lesz az imposztor. Hát de várj, minek adnám oda neki a fegyvert, hogyha már az én kezemben volt alapból? Hát amit átadtam neki, engem megöl. Hát ez hülyeség volt. Az én megoldásom szerintem jobb volt, hogy nem csinálok semmit. Na és most jön a személyiségteszt, A-B opció közül kell választani, nézzük. Mit tennél, inkább mindig az igazat mondanád a bal oldal, vagy inkább mindig hazudnál? Hát inkább az igazat mondanám, mert azzal mégiscsak előrébb tudsz jutni. Tulajdonképpen nincsen jó megoldás. Ja, elmondják, hogy ez mire jellemző, melyik emberre. Inkább valaki a saját javát nézi, valaki pedig inkább egy normális ember, igazából egyszerűen lefordítva. Inkább soha többé nem akarnál beszélni, vagy mindent ki kéne mondanod, amire csak gondolsz. Inkább a jobb oldali, és megtanulnám kontrollálni a gondolataimat, hogy ne gondoljak hülyeségekre mondjuk egy vizsga közben, vagy mondjuk egy orvosi vizit közben, amikor vannak fura gondolatok, meg eléggé félsz, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy kontrollálnám inkább a gondolataimat. Inkább igaz szerelmet találnál, vagy $1 millió dollárt nyernél? Hát inkább az igaz szerelem, azért mégiscsak többre jutsz egy támogató társal, mint $1 millió dollárral, ami random el is tud akár fogyni egyszer, csak is ott vagy akkor a semmi közepén senki nélkül, úgyhogy inkább azt mondanám. Inkább lennél szegény, de embereknek segítenél, vagy inkább lennél gazdag azzal, hogy másokat bántasz? Hát én biztos nem tudnék másokat bántani saját sikeremért, úgyhogy inkább lennék akkor szegény, bár túl sokat akkor valószínűleg nem tudnék segíteni, de inkább tenném azt, mint hogy másokat eltiporjak, meg nem is tudom, mit csináljak. Inkább többé nem akarnál szexelni, vagy pedig sosem ehetnéd többé a kedvenc kajádat. Hát én egy kajáról igazából le tudok mondani. Maradjunk annyiban, hogy oké, ez egy nagyon fura kérdés volt, de hát kajából van rengeteg, az, hogy egyet nem eszek, az még nem túl nagy baj. Te lennél inkább az egyetlen boldog ember a világon, vagy az egyetlen boldogtalan ember? Ez nagyon fura kérdés. Hát, hogyha csak én vagyok boldog, akkor másokat nem tudok boldoggá tenni. de hogyha meg én vagyok csak boldogtalan, akkor meg másoknak nem rontom a kedvét mindig. Ez nagyon érdekes, ez egy elgondolkodtató kérdés. Na de visszatérve a feladványokhoz. Fényképes újságíró bement egy veszélyes barlangba, hogy néhány fotót készítsen. Várjunk, itt nem okés. A barlang elkezdett remegni, földrengés van, szaladj onnan, vigyázz! Oké, azt hiszem, hogy most dönteni kell. Vagy balra, vagy jobbra kell futnia? Hűha, de nem tudja, melyik volt a visszafelé vezető útja. Értem, hogy eltévedtünk és nem tudjuk merre kell menni. 4 barlang van előtted, az egyikben mérges denevérek vannak, amik azonnal végeznek veled. A másikban a föld alatti hőségtől bárkit szét tud égetni a barlang. Oké, ez sem a legjobb. A harmadikban pedig egy olyan toxikus gáz van, ami mindenfajta állatot megöl. Hát én nem vagyok állat. Radioaktív növény, ami egy érintéssel megöl. Hát figyelj, ha itt úgy fogalmazott a bal alsóra, hogy minden állatot megöl. Én nem vagyok állat, nem, én ember vagyok szerintem. Szóval vagy az a gázos, vagy a denevéres. Vagy nem a növény, mert az csak földhöz van ragasztva. Ja nem, ennyi. A gáz minden állatot megöl. Akkor amit gondoltam. De te ember vagy, nem állat. Jó, hát igazából ez is egy jó megoldás, mert ugye, ahogyan én is mondtam, az emberekre nem volt kiírva, vagy veszélyes, de a másik pedig, a radioaktív növény az ugyebár egy helyben van csak, az nem tud elsétálni, meg álmozogni, úgyhogy ha meglátod, hogy hol van, akkor egyszerűen csak kikerülöd. Gondolom én. Úgyhogy ez is egy jó megoldás lehet akár. Azt hiszem, eddig akkor egyszer vagy kétszer hibáztam talán. Nézzük a következőt. Egy gazdag ember hirtelen meghalt egy vágástól az ujján. Az hogy lehetséges? Meg lett mérgezve szerintem biztosan. A következő napon 2 ember jelent meg, akik azt mondták, hogy a rég elveszett fiai az örökségre fája, fogok előre látom. Mind a ketten megfeleltek a leírásnak, amit a végrendeletében írt a férfi, és mindenfajta dokumentációjuk megvolt. Hű, ez nagyon komoly. A családi ügyész vagy ügyvéd egy vértesztet akart végeztetni velük. Aha, ez egy jó ötlet egyébként. Az egyik elfogadta, ameddig a másik azonnal elvetette, nem akarta, hogy megcsinálják. Hát nyilván akkor az hazudott. Az, aki belement ebbe, azt letartóztatták csalásért azonnal. A második ember pedig elfogadta az ő örökségét. Tehát aki azt mondta, hogy belemegy a vértesztbe, azt tartóztatták le. Ja, biztos azért, mert vért lopott az embertől, és azt adta le nekik. Vagy nem, miért lehet ez? Nem értem. Jó, hát gyerekek, itt 300 IQ-t várnak el tőlünk, ez mi? A megoldás, hogy aki visszautasította ezt a vértesztes dolgot, az egy vérzékenységben szenvedő ember volt, akárcsak az apja, aki azért halt meg egy vágástól, mert vérzékeny volt és elvérzett. Jó, mondjuk egy kicsiket azért fel van szerintem nagyítva ez a vérzékenység, de így akkor érthető, hogy miért utasította el, és ezért a vértesztőt megölte volna. Oké, ez így erős. Ugye csak is az apjától tudta ezt örökölni, úgyhogy ez érdekes volt, ötletes volt. A városodban sötétség uralkodik egy óriási földrengés után. Én leszek akkor Batman, aki megmenti a világot. Kihasználva a hatalmas felfordulást, néhány bűnöző elrabolt téged a hatalmas váltságdíjnek a reményében. Hát gyerekek, nekem egy forintom nincs, engem senki nem fog megmenteni. Egy szobában tartanak 4 ajtóval, és akkor el kell meneküljek. Az egyikben egy halálos csapda össze fog téged nyomni. Sziklák. Ez nem hangzik jól. A másik ajtó mögött pedig olyan láncfűrészek vannak, amik darabok aprítanak téged. Harmadikban egy professzionális gyilkos van, aki csak is rád vár. Oké, elég komolyan hangzik. Negyedikben pedig olyan sav van, ami azonnal szétmarja a testedet. Melyik ajtó a biztonságos? A láncfűrész, mert az előbb-utóbb ki fog majd fogyni az üzemanyagból, legtöbb az ugye üzemanyagos, és akkor le fog állni, és akkor egyszerűen csak át tudok majd menni. Igen. Jaj, nem, ez nem üzemanyaggal működik, hanem árammal, és ugye nincsen áram most éppen a városban. Oké, de igazából az én megoldásom is jó volt, úgyhogy elfogadjuk. Hú, ez egy fura kérdés. Melyik elnököt választanád inkább? Az első induló 8-10 martinit iszik meg naponta, az egy alkoholos ital a martini. 2 felesége is van, egész nap cigarettázik, mert mi volt meg az utolsó? Szóval igen, és asztrológustól várja a segítséget, tudjátok, aki a csillagokból olvas neki. Második induló pedig, ő kétszer is el lett már távolítva a hivatalból. Délig alszik, az egy jó dolog, én is délig szoktam aludni. Ópium függő volt az egyetem alatt, ezek egyik sem hangzanak eddig túl jó. Minden nap egy üveg viszkit iszik meg. Oké, na nézzük a harmadik indulót. Vegetáriánus, nem cigizik és nem iszik, nem csalta meg egyszer sem a feleségét, ez eléggé nagy érdem azért a többiekhez képest. Többfajta háborús kitüntetése is van. Ez nekem nagyon fura. És akkor kit választanál? Hát a harmadik számú ember, hogyha úgy veszük, akkor a háborúban részt vett és embereket ölt meg. Még az első kettő igazából csak saját magának csinált rosszat. Mi a különbség az 1-es meg a 2-es között? Az egyiknek 2 felesége van, az volt azt hiszem az első. Akkor válasszuk ki inkább a másodikat, mert ő még nem ölt embert, és talán nem is csinált túl sok hülyeséget. ópiumfüggő, akkor is lehet, hogy mondjuk betegsége volt, úgyhogy szerintem a 2-es számút választanám. De a megoldás? Ja, hogy ezek valóságosak voltak! És kacok, ezek valós elnökök voltak a történelem folyamán. Roosevelt elnökre volt igaz az első például. De érdekes, ő neki már láttam, igen, ő Winston Churchill, már látszott is a sziluettjéből, nem is figyeltem eddig, hogy eddig is így nézett ki. És a harmadik pedig ki volt akkor? Őt nem ismerem fel. Ja, hogy ő meg Hitler, aha. Vegetáriánus volt Hitler? Hát az úgy erőteljes. De a megoldásomnak az a része még továbbra is helytálló, hogy Hitlert inkább nem választanám meg elnöknek. Melyik ajtót választanád? Be vagy zárva egy szobába, és már látom is, hogy ilyen vadnyugati stílusú lesz a leszámolás a harmadiknál. Az egyik ajtó mögött a megváltást találhatod. Na nézzük rögtön a harmadikat. Egy sorozatgyilkos van, aki 300 embert ölt meg 1890-ben. Jú, ez egy komoly 300 embernek a végzete. 1830. Fahrenheit-es lángok, a Fahrenheitnek az átváltását fejből nem tudnám megmondani. Folyékony nitrogén, ami azonnal lefagyaszt téged. Én egyébként már az első másodperctől kezdve tudtam, hogy mi lesz itt a megoldás. A Fahrenheit-et egyébként átváltva így is több száz Celsius fok, azt azért megsugom nektek, lehet, hogy akár 1000 is van, a pontos átváltást nem tudom. A jobb szélső ajtó, a sorozatgyilkos, 1830-ban, vagy mikor ölte meg az embereket? Most már 2022-ben, úgyhogy már biztosan meghalt ez a sorozatgyilkos. Röviden tehát, az az ajtó biztonságos. Nézzük, jó volt a levezetésem, minden bizonnyal igen, mert eddig még egyszer sem hibáztam. Na jó, oké, persze, már azért hibáztam, de ebben a videóban egyébként egészen sokat oldottam meg eddig. Így, hogyha 1890-ben volt sorozatgyilkos, akkor már régóta ő maga is meghalt, úgyhogy ott biztonságos az átjárás. Kit mentenél meg elsőnek? 1. A családodat, 2. A legjobb barátodat, 3. a szerelmedet, vagy 4. 1 millió dollárt. Ki az, aki 1 millió dollárt ment meg? Szerintem a családomat, hogyha megmentem, az azt jelenti, akkor rögtön 3-an vagy 4-en leszünk, és 3-an vagy 4-en pedig már még több embert tudunk majd megmenteni. Ugye szerintem a családomat kell megmenteni, mert több kész, több embert tud majd kiúzni ugye a víz alól. Nézzük, aha, a családot kell megmenteni, vagy őt. Az 1 millióért be is ugrott, valakiknek csak kötelet ad, pénzért meg rögtön beugrik, tehát hogy jó, oké, szerintem az én megoldásom jobb volt. Kinek segítenél ebben a helyzetben? Az öregember, a macska, vagy a jobb felső, vagy a jobb alsó. Hát a macskának túl sokat nem kell talán segíteni. De a macskának kell segíteni, mert ő az úttesten van, és bármelyik másodpercben elüthetik. Az öregembernek is kéne segíteni, hát vagy az öregember, vagy a macska szerintem. Még csak is ez egy jó megoldás. Írd meg kommentben. Hát nem tudom, gyerekek, talán még az öregember lehet egy jó megoldás, mert ha őt átkísérem, akkor eddig a macska is el tud majd onnan menni. A nő mögötte elfér, az öregember mögött, az emberke meg tudja szerelni a kocsiját tovább. Nem tudom, szerintem az öregember. De írjátok meg kommentekben, szerintetek itt mi lenne a helyes megoldás. Úgyis kacok, ez lett volna mai túlélő tesztem, azért azt hozzá kell tennem, sokkal többet tudtam ma megoldani, mint múlt héten, vagy 2 hete, vagy mikor is volt az utolsó rész. Ez már azért jobban ment. Bár valószínűleg ez azért is van, mert hogy egyre több túlélő tesztet oldunk meg közösen, egyre inkább csak okosabbak leszünk, és egyre logikusabban fogunk majd gondolkodni, meg hát egyre több helyzetet fogunk tudni majd túlélni, mert azért túlélő tesztelnek a neve. Úgyhogy most jön az a rész, kacok, hogy mindenképpen csapjatok egy lájkot, hogyha szeretitek az ehhez hasonló videókat, és szeretitek akár még ebből folytatást is, valamint most tekerjetek le a kommentekhez, és írjátok meg azt, hogy nektek mennyit sikerült megoldani a mai videóból, ez az első fajta kérdése, vagy hogy egyszerűbb, akkor inkább csak írd meg azt, hogy hányat hibáztál, mert valószínűleg többet oldottál meg jól, mint amennyit hibáztál. Úgyhogy ezeket mindenképpen írd meg nekem, valamint írd meg azt is, hogy a legutolsó feladványra te mégis mit válaszolnál. Tehát, hogy kit kell elsőnek megmenteni, macskát, öregembert, nőt, aki cipekedik, vagy pedig az autószerelőt, mármint nem is megmenteni kell, hanem segíteni kell nekik. Írd meg, hogy te itt mire jutottál. Na de, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, skacok, mindenképpen csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és tudjátok, ezt mindig elmondom nektek. Nem sokára ismét találkozunk, addig is további szép estét, nappalt, reggelt, és sziasztok!